Haliszeztuk, Zsíros Deszka vagyok, és valaki megkért engem, hogy beszéljek egy picit erről a tényről, hogy ami nem egy titok, hogy a japán gazdaság összeomlóban van. És hát ez, ez szerintem egy sokkal-sokkal burkoltabb kérdés, mint hogy én ebbe bele tudnék köpni, de viszont éppen ezért meg fogom közelíteni a dolgot inkább csak arról a részéről, amit mi így átlag melósok érzünk, vagy észlelünk, mert emögött így nagyon szépen láttam egy videót is, aki nagyon szépen kifejtegeti ezt a kérdést, csak hát ez még úgy a, úgy a színpadak előtt, tehát ez egy utána olvasható dolog, Hmm, ja, valamennyire biztos van benne, ebben is eh, úgymond igazság részlet, de a valós, valós igazság a valós dolgok azok a, a színpadok mögött vannak, és arról szerintem nem is nagyon sokan tudnak pontosan, hogy miről van szó. De most csak úgy belemegyek egy-két dologba, hogy mennyit kell fizetnünk Amerikának azért, hogy ugye megvédjenek minket, stb. stb. Tehát mennyi pénz megy el olyan dolgokra, amiket igazándiból így nem nagyon szajkóznak az itteni nagyfejesek, hogy úgy mondjam, de igen, szerintem rengeteg olyan dolog van, amit ami, amiben mi nem is látunk bele. Tehát e, éppen ezért gondoltam, hogy csak megosztom azt a részét, amiben mi most éppen belelátunk. A nagyon-nagyon szem előtt lévő dolog most éppen, ami van, az a tőzsdének az uhanása. De hát e, egy évvel ezelőtt meg olyan emelkedésben volt, e, egészen e, pár hónappal ezelőttig, hogy. E, nem is tudom, milyen rekordot döntött, nem hány, hány tíz éve ezelőtti rekordot döntött. De, tehát azt sem nagyon veszik észre itt az emberek, de egyre többen tőzsdéznek, úgyhogy aki tőzsdézik, az viszont igen. Ez viszont elárul valamit szerintem. Hogyha nagyon sokan tőzsdéznek egy országban, akkor ott az alap megélhetési források szerintem eléggé satnyák, hogy úgy mondjam. Vagyis. A fizetések eh, nem elegendők arra, hogy abból az emberek megéljenek, vagy pedig úgy megéljenek, ahogy, ahogy szeretnének, mert ez is egy nagyon. Eh, egy olyan, olyan kérdés, hogy mi az, hogy elég, hogy megéljenek, meg mi az, hogy nem elég. Tehát, hogy, hogyha van valakinek lakni valahol, és eh, tud mit enni, és ki tudja fizetni a, a rezsit, stb., akkor azt már elégnek kéne, hogy mondjuk, de. Ha meg azt nézzük, hogy 40 évvel ezelőtt mi volt a szitú ahhoz képest, meg hogy ők mit éreznek, stb. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen viszonyítási alapnak kéne, hogy legyen. Biztos, hogyha idehoznának, nem tudom én, melyik országból egy éhező embert, és cserélhetne most az itteni panaszkodókkal, hogy csújd de szarul, megy, stb. Az az éhező ember az meg röpködne örömében, hogy milyen jó élete lett egyik napról a másikra. Tehát ez, ez csak egy ilyen összehasonlítási dolog, de ami, ami észrevehető, és ez szerintem teljesen nyilvánvaló bárkinek, aki itt él, nagyon kevés helyen emelték az, a fizetéseket az elmúlt szerintem 20 évben, és nagyon, nagyon sokkal többet kell fizetni azóta. Tehát a, a fizetések csak ilyen apró dolgok is, mint a, nem is tudom. Tehát ilyen pluszba rájönnek dolgok, az, az oké, okay, hogy így a, a, a benzin ára emelkedett, az elektromos áramnak az ára emelkedett, a gáz, a minden mindennek emelkedett az ára, a, a, az élelmiszereknek az ára is emelkedett, stb. stb. De még pluszba itt jönnek olyan dolgok is, hogy bevezetnek ilyen új adókat például, ezt is nagyon sokan például biztos nem tudják. Hogy itt, ami ugye volt ez a brutális földrengés, cunami, stb., erre kimondottan mindenki fizet adót. És az volt egyébként már most így, azt hiszem, hogy pont idén járna le a hatája, tehát kiszabták, hogy hány éven keresztül, de hát most úgy néz ki, hogy úgy gondolják, hogy hát ha már, ha már így. Ezt az adót már így kiszabták, hát akkor szedik tovább. Miért ne? Csak hát most már így nem a, a, a károsult területeknek a helyrehozására, hanem majd a, a katonaságnak a, a fejlesztésére, vagy valami ilyesmit mondtak. Azt hiszem. Tehát nem elég, hogy mindennek emelkedik az ára, a fizetéseknek nem, vagyis hát legalábbis azt sem mondom, hogy nem, mert a azt hallottam azért, hogy a nagyobb cégeknél, de hát ott is vicc az egész. Tehát az infláció magasabb, mint a fizetéseknek az ára, amennyivel emelkedik. Tehát mondok valamit, az infláció most nem tudom mennyivel emelkedett, de még egyszer mondom, hogyha emelkedik 2%-kal, a fizetéseket meg megemelik 1%-kal, akkor még mindig ugye egyre rosszabb a helyzet. Tehát ahhoz a fizetéseket az infláció fölé kéne emelni, hogy azt mondhassák az emberek, hogy hú, tudunk egy picit fellélegezni, de ez is csak egy pár cégnél van. Tehát a kisebb cégeknél, és magánvállalkozókat ugye az abszolút nem, nem érint, de kisebb cégek ugye bár, ja, ott, ott viszont nem tudtak emelni fizetést, és hát így ebből kifolyólag ugye bár minden emelkedik, a fizetés az nem így aztán egyre, egyre keserűbb az élet, hogy úgy mondjam. Még egyszer mondom, ezt össze lehet hasonlítani, tehát lehet, gondolom, le fogják írni a komment szekcióba páran, hogy hát hát ő szeretne ebbe lenni, ebbe a cipőbe lenni, de az is, hogy itt az emberek mennyit dolgoznak a pénzükért, tehát az is egy, egy, egy másik szitu. Meg ennek ugye különböző látható okai is vannak, ugye, rengeteg az idős, tehát itt, itt, a fiatalok már egyre kevesebben, egyre kevesebben vannak, ez csak azért, mert pont az a generáció, ami most így fiatalok lennének, tehát a szüleik egyszerűen úgy döntöttek, hogy, 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 nem kellenek gyerekek, vagy hát nem tudták bevállalni, pont abban az időben elkezdett csúszni a gazdaság, érezhetően az emberek bőrén, és azt mondták, hogy hát inkább, inkább akkor legyen csak egy gyerek, vagy ne legyen gyerek. Nekem is rengeteg ismerősöm egyébként van, akinek nincs gyerek. Ők. Ez Furimi, és nagyon-nagyon e, kevesen vannak, tehát itt még úgy a, 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 a például a feleségemnek, a nagypapájának a korosztálya, aki e, már nincs köztünk egyébként, de most lenne olyan 90 valahány éves, tehát az ő korosztályában ez tök normális volt, hogy mindenkinek volt 5-6 testvére, nagyon sokaknak 10. 13, meg ilyenek. Most viszont ez abszolút így, így nincs. Ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. Tehát ilyen van valakinek három gyereke, akkor azok már nagy családnak számíthatnak majdnem, hogy oké, okay, vannak itt. Néha a tévében lehet látni egyébként, hogy vannak nyolcan testvérek, és akkor már tévébe kerülnek. Ez meg régen majdnem, hogy normális volt. Tehát ez a kettő közti különbség. Így aztán Ebből adódóan, ezt ha átnézzük, hogy ennyien voltak testvérek, stb. Tehát az a korosztály, akik most így már ja, az idős korosztály, rengetegen vannak. És ők viszont ők úgy döntöttek, hogy nem fognak 8-10 gyermeket felnevelni, hanem csak egyet vagy kettőt. Tehát nagyjából ennyi, ez, ez az, amit érzünk. Tehát egyre többet kell dolgoznunk ugyanazért az életszínvonalért. Tehát ezt, ezt én is érzem a saját bőrömön. A zöldségek sem lettek drágábbak. Tehát ez, ez egy-két dolog van, ami aminek nem ment fel az ára, és ez az egyik a zöldségek, de mostanában úgy néz ki, hogy kezd felmenni, de hát ez is csak egy olyan dolog, hogy, hogy itt ott tamott Tehát és ahol mi vagyunk, ott mi megpróbáljuk, nem is tudom, olcsón tartani a, a, az árakat, hogy jöjjenek a vevők. Mert a vevők is ugye már egyre több, egyre több a, a zöldséges árusító hely, és hát így tudjuk megtartani a vevőket, legalábbis mi ezt hisszük, meg a, 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 a frissességgel és a, a, a zöldségeknek az ízével. De itt is az van egyébként, hogy, hogy eddig tudtam, én is ugye mutattam az egyik videóban is, hogy használunk ilyen fóliát, lefektetünk fóliát, és akkor ugye, azzal, azzal is az, az van, hogy nem kell ugye gazolni, ott azon a, a helyen, ahol le van fektetve a fólia, de azt sem használok mostanában, tehát mi is megpróbálunk minden, most ott használok, ahol viszont nem, nem kimondottan a gaz miatt használom, hanem hogy megtartja a nedvességet, stb. Tehát amiből ténylegesen visszajön pénz, mint a paradicsom, ott tudok használni fóliát, a többi dolgoknál meg dinnyénél használtam idén, a többinél meg, meg az uborkánál. a zuborkánál. Többinél meg nem. És ott viszont, tehát ha nem használ az ember fóliát, akkor oké, okay, nyertünk vissza egy kis pénzt, mert az is eléggé megdrágult, de viszont többet kell gazolnom és ez nem, nem, egy vicc mennyiség, hogy nem, egy, nem, nem hobbi kertészetről van szó, hanem ténylegesen, hogyha megnézzük éves szinten, hogy hány órával többet kell így dolgoznom, rengeteg, rengeteg órával többet kell dolgoznom. Ugyanazért a kis pénzért. Tehát, de még egyszer mondom, itt nem kell minket sajnálni, vagy ilyenek, ez, ez mindenkit ugyanúgy érint. Nekünk még azért itt a lehetőség, hogy akkor oké, szar rá dolgozzuk magam, de azt se szeretném. Én nem azért születtem, hogy halára dolgozzam magamat, meg halára dolgoztassam a feleségemet, hanem inkább úgy vagyunk, hogy jó, akkor egy kicsit úgy szerénykedünk, eddig, eddig nem is tudom, hogyha... Mennyi ideig követtetek, de minden évben, az elmúlt, nem tudom én, amióta itt vagyok, majdnem, hogy azóta minden évben voltunk Havajon. Nem videózom azóta, csak azt hiszem, hogy hat éve, de ja, az elmúlt, amióta meg jött a COVID, ugyebár azóta nem mentünk, és most meg már tudnánk menni, de most már viszont így, így, így spórolunk egy picit, hogy nem megyünk akkor havájra, hanem <coughs> itt a környéken megyünk, meg hát a, itt vannak a kutyák is, őket sem fogjuk uh, oda rábízni csak úgy valakire ezt így már megfogadtuk, és hát igen, de ha nem lennének kutyák, akkor sem valószínű, vagy ha mennénk havára, akkor is lehet, hogy csak ilyen, hát ilyen 4 évente egyszer, tehát, ja. De még egyszer mondom, hogy mi, mi, mi úgy azért ugye szerencsésebb helyzetben vagyunk, tehát ugye pont erről beszélek, hogy mehetünk havára vagy nem mehetünk, ez a legnagyobb gondunk, júj, tehát és ebben mindenkinek igaza van, de igen, tehát egyre, egyre viszont megy lejjebb. Tehát, hogy, meg tudjuk tartani ugyanazt az életszínvonalat, amit idáig éltünk, azért lassan már háromszor annyit kell dolgoznunk, és mi meg úgy vagyunk vele, hogy hát annyira azért ne, de itt megint csak az van, hogy az ember gondolkozik, gondolkozik, hogy hát akkor mind változtassunk, hogyan csináljuk, stb. És de rengetegen ezért pont elkezdtek tőzsdézni is, és hát nagyon beleszívnak emberek, mert mert eddig egy picit emelkedett, most meg zuhan. Ja, így a zuhanás közben is, hogyha tudja, hogy mit csinál valaki, akkor uh, ugyanúgy tud pénzt keresni belőle, de rengetegen szerintem nem, úgyhogy még szarabb uh, helyzetbe kerülnek, mint, mint eddig voltak, fogalma nincs, de ez, ez valóban így van, hogy uh, hogy, hogy zuhan a... a a megélhetési szint, inkább azt mondom, a gazdaságot, azt nem tudom pontosan, hogy zuhane-e vagy sem. De biztos, hogy van. Tehát azt is látom azért, hogy Toyota, stb. tele vannak problémákkal, különböző gondok, ugye bár, úgyhogy gondolom én, hogy nem tudtak annyi kocsit eladni, mint tehát ezek a nagy cégek, mint erről is beszéltem az egyik videóban, hogy egyre egyre azt látom, hogy megy fel az ár, és megy le a, a, a minőség. Tehát kocsikon is ezt látom egyébként, meg úgy mindenen. Ránézek, és csak, ja, ja, ezt így megporolták, így kisporolni az egészbe. Tehát ott van például, mondok egyet, ott van az új Toyota krán, ezt utána lehet nyugodtan nézni, és a helyzet az, hogy megemelték jól az árat, azt hiszem, hogy valami 7 és 8 millió jen között van, 7-8 millió jen, és tehát Mercedes-Benz-t tudsz venni rajta, vadi újat, már nem, nem, nem akármelyiket, mert a, innentől nagyjából kezdődnek az árak. Nem, nem innentől, mert azért már 4 millió körül, tehát ezeket a kisebbeket igen, de ja, nagyjából akkorát, mint a hogyha méretben nézzük, de hát nem méretben nézik az árat, nem kilóra mérik itt a, Mercedeseket, de ja, ugyanolyan kategória, inkább azt mondom nagyjából úgy ugyanaz a kategória, és akkor hát a Mercedesben azért úgy tele van luxussal, tehát ott, ott azért nem fogsz hiányolni semmit, hogy, hú, de jó lett volna, ha még ezt úgy belerakják, hanem, hú, ez is benne van. Na most viszont a kránba, a, csak hogy mondjak egy szimpla dolgot, felemeled a, a motorháztetőt, és mint régen, nekünk varburgunk e, e, volt egyébként, még anno, amikor én gyermek voltam, az ember ugye jó megemeli, és akkor ilyen kis, e, kis, mi, mi, minek hívják azt? Ilyen kis, nem léc hanem, hanem, mint a cölöp, ugye, azzal úgy kitámasztod a a, a a motorháztetőt, hogy ne csukódjon vissza. Ezt még ma így ennyi pénzért a Toyota kránnál eljátszák. Agyamat eldobom. És tehát ez csak egy dolog. És rengeteg ilyen dolog van még, ahonnan úgy kispórolták a pénzt. Mostanában annak már szerintem természetesnek kéne lenni, megemeled a, a kinyitod igazándiból a motorháztetőt, és automatikusan a kinyílik és fenntartja magát teleszkóppal. Tehát nem egy ilyen kis cölöppel kell uh, ki. Vicc az egész. Na mindegy de ez nagyon sok mindennél így van. Tehát ez nem csak a, a kocsiknál ez, ez mindennél így érezhető hogy sokkal több lett a műanyag benne és, so, és megemelték az árát, mint hogyha a műanyag drágább lenne, mint a, a, fém, vagy én nem tudom. Tehát ruháknál is ez a helyzet, bármire ránézek, és azt látom, hogy aha, hogy egyre, egyre olcsóbb lesz igazán, vagy egyre drágábban. Így jártunk. Na, nagyjából szerintem ennyi, mennyit el tudok mondani. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha valakinek van még ehhez hozzáfűzni valója, akkor az megteheti a komment szekcióban, és találkozunk a következőben. Sziasztok!